Sziasztok, az itt a Belemen és podcastján, szeretettel köszöntök mindenkit, én Vig Martin vagyok, ma Damsics Bencével fogunk beszélgetni a magyar válogatott Spanyolország elleni 27-24-es győzelméről, ami egyben ugye negyed döntőt is ér a számára. Kielemezzük majd ezt a rendkívül rapszódikus és érdekes mérkőzést, előtte viszont elmondom, hogy milyen eredmények születtek ma eddig, és milyen mérkőzések várnak még ránk. Ugye rendeznek még majd ma egy angola-franciaország, egy németország és norvégia meccset, de egyébként eddig a lejátszott két akkor ugye Hollandia 30 24-re verte viszonylag simán Brazíliát egy elég um, szintén sok hibával tartított, de egyébként ez a ségében élvezetes meccsen, a svédek pedig 27-21-es simán verték délkorát, és akkor utána a az egy órás szünet után érkezett a miénk mérkőzés, amiről ugye tudtuk, hogy bár nem szeretjük használni ezt a kifejezést, vagy hogy nagyon sokszor találkozunk vele, egy már picit közhelyszerű, de, de egy sorsdöntő volt abból a szempontból, hogy ha a magyar válogatott vereséget szemelett volna, akkor azért még a további se lett volna teljesen biztos, így viszont az már bizonyos, és lehet azzal kalkulálni, hogy adott esetben uh, hollandi ellen egy a második helyen is tovább juthatna a csapat, ami nagyon szép eredmény, viszont arról is beszélünk majd, hogy lehet egyébként, hogy az egyenes késéses szakasz szempontjában egy hangyányival talán jobb lenne a harmadik helyen végezni, de tényleg ezekről majd később ejtünk szót. Kezdjük most is a mérkőzés elejével, hiszen ami Uh, furcsa volt, hogy hiába beszélünk most már podcastról, podcastra arról, hogy jól kezdje a a magyar csapat. Most ez nem így volt. Uh, az elején felváltva születtek nagyjából a gólok utána, viszont a spanyolok tudtak először ellépni 6-3-ra, és vezetett a spanyol együttes, és akkor ugye ki kellett kérni a Golovi is az idejét. Hogy láttad, Bence, mi volt az, ami most nem működött, és a korábbi meccsközéseknél pedig igen? Én úgy éreztem, hogy a mérkőzés elején a védekezés nem volt elég koncentrált, a spanyolok nagyon könnyen kerültek helyzetbe. Támadásba, hat támadás alatt volt hat helyzetünk, úgyhogy ott nem volt akkor a probléma, csak lőttünk kapufát, védet egyet a kapus, illetve egyszer sacőr vonalra lépett. Így én, ahogy már említettem, a védekezésben éreztem a nagyobb problémát. Viszont az időkérés után szerencsére a védekezés felkeményedett, támra pedig ott folytattuk, ahol a mérkőzés elején elkezdtük, sorozatba jöttek a helyzetek, eladott labda nem is igazán volt, talán egy kucora belemenése emlékszem az első negyed órában összességében. Valóban ez volt a benyomásom nekem is, és ahogy említettük ezt az időkérést, azért is sikerült is rendezni a sorokat, és szépen lassan átvette a vezetést a magyar csapat. Majd a félidő második felében aztán megint volt egy jobb időszakas időszak vagyis ez nem is a félidő második felében, inkább konkrétan a szünet előtt egy picivel. Így azért 14-12 át a születben az eredménye, ez, amire még azért azt lehetett mondani, hogy egy, egy ilyen veszélyes távolság. Mi történt itt a másik félőben, vagy a játékrész másik felében, és miért volt ennyire hullámzó a meccs? megint egy kicsit egy cserékre vezetném vissza. Sajnos hiába voltak meg akkor a helyzetek, Klivinyi Kinga például három helyzetet is kiadott, illetve volt, amikor eladott labda, volt Simon, illetve Klivinyi részéről, illetve talán túlzottan kapkodni akartunk, a kapott gólok után gyorsan szerettük volna befejezni a támadásainkat így 14-10 után sorozatban két gólt kaptunk, így a fél időben csak két gól volt az előnyünk, de én itt sem éreztem annyira, hogy nagyon nagy problémák lennének, de fontos volt, hogy a második játékrészt sokkal jobban kezdjük. Igen, egyébként, hogy látod, én is egy picit a cserékre vezettem vissza ezt a, ezt a dolgot, de hogy látod, miért nem jöttek igazán jól a cserék? Esetleg megint tényleg egy kicsi görcsösség volt, vagy, vagy nem, esetleg bizonyos játékosok nem azon a poszton szerepeltek, amik számukra a legkomfortosabbak lettek volna. Tehát, hogy miért van ez tényleg most már, ezt is tendenciaként tekinthetjük meg, Csavest, hogy valahogy, amikor az első félidőben elkezd cserélni a szövetségi kapitány, akkor, a, akkor problémák adódnak. Elsőként Klivinyi érkezett Kucor a helyére, akkor eleinte Klivinyi irányítóban játszott, akkor még úgy éreztem, hogy talán ki is alakultak helyzeteink, illetve Klivinyi ilyenkor ekkor is hagyott ki talán két lövést betörés után, de én utána éreztem a problémát, amikor Simon is érkezett, és korábbi meccseken nagyon jól működött, például a horvátok ellen még a tavalyi világversenyen, illetve most a brazilok ellen a végjátékban itt az olimpián, hogy Klivinyi volt irányítóban, majd Simon pedig balátlövőben, és Klivinyi ki tudta alakítani a helyzeteket, a többi játékosnak, és sokszor Simon érkezett lendületből, és ő fejezte be a támadásokat. Most pedig pont fordítva volt, Simon kezdte el az előkészítéseket, és Klivinyinek kellett volna befejezni, vagy a többi játékosnak. Én nagyon örültem, hogy Pásztor Noémi belecserélve Bordás Réka helyett, és azt gondoltam, hogy ahogy a korábbi meccseken, például a felkészülési meccseken is, Klivinyi nagyon jól meg fogja találni Pásztort, hiszen a németek elleni felkészülési meccsen két-három gólpaszt adott neki ellenben, amikor Pásztor érkezett, akkor általában jobb oldalt volt a kettes védőnél, míg Kliminyi balátlőként játszott, így esélytelen volt, hogy ő megjátsza Simon, pedig nem is kereszte, kereste a beállót. Így van. Jött a második fél eleje, ami, ami te is nagyon-nagyon fontos volt. És ugye a spanyolok kezdték támadással a a játékrészt, és rögtön eladtak egy labdat, és akkor azért egy picit megnyugodhatunk, mert ugye mínusz kettőre álltak a, a születben, és onnan azért még, hogyha belövik rögtön az elején mínusz egy, lehet hogy, ez hogy még kellemetlen lett volna ez a találkozó, de nem. Ö, ott ugye egyben egy eladott labdájuk volt, és gólt tudott szerezni a magyar csapat, majd ö, kisváltott vel is húzott 20-15-re, és ebben a szakaszban lehetett talán leginkább érezni azt, hogy ö, hogy azért sikerül kialakítani a játékokat, sikerül gólokat szerezni. Öm, hogy láttad? Ez, ez, volt igazán a jó szakasz ennek a mérkőzésnek? A második játékrés elején Vámos szép gól betörésből, majd az ember alatt is sikerült kialakítani a helyzeteket, akkor Klivinyi érkezett irányítóba, és sorozatban három támadásnál is egyértelműen ziccerünk alakult ki, Utána viszont megint jött egy törés, ahol eladott labdák jöttek, pedig nem nagyon cseréltünk bele a második játék részben egyszerre legfeljebb egy-egy játékost cserélt Golovin, amit én már korábban említettem, hogy lehet, hogy ez jobb megoldás lenne, de sajnos a védekezés megint gyengébb lett, és abból egyetemen kapkodni akartunk, siettünk, és sokszor 5-10 másodperc alatt Próbáltuk beférni a helyzeteinket, nem sok eredménye. Én még ki szeretném emelni a spanyol kapust, aki csereként állt be, és az első húsz lövésből tizet kivédett, így azt is mondhatjuk, hogy ellene sikerült nehezen megcázni az ellenszert, de szerencsére a végére ez megváltozott. Igen, ugye nagyon érdekes, amit mondasz, mert uh, meccselejé felvezetésében a legtöbben azt hangsúlyozták, hogy az egyik poszt, ahol, uh, ahol azért nagy erőnye lehet a magyar csapatnak, az a kapus, hiszen uh, Bedebíró Blanka és Janóri King azért stabilan a BL-ben védenek hosszú évek óta, meg a spanyoloknál ez sem Kasztály sem az egyébként általában említett és a másik fél idő bizonyos periódusaiban nagyon jó védő Jessica Wiggins azért nem ezen a szinten teljesít, és mégis volt egy olyan időszak a ahol nagyon-nagyon küzdött a magyar csapat a, a, spanyolok elleni befejezése, és egyébként ezt mennyire um, érzed egy picit a nyomás számlájának, vagy írnád a nyomás számlájára, ugye, ugye említettük is, ez egy nagyon-nagyon fontos meccs volt, és ezt pontosan tudta a csapat, és uh, azt éreztem, hogy annak ellenére, hogy ez a spanyol válogatott, ugye minden négy meccset elveszítette ezzel együtt, és három vereségből érkezett, azért mindenkiben benne volt egy olyan típusú félelem, hogy igen, azért uh, rosszul játszanak eddig, de ugye Ambrose Martin személyben egy olyan edzőjük van, aki azért ismeri a magyar kézilabdát, meg talán azért a keretben is vannak olyan játékosok, akik eddig alul teljesítettek, ez azért benne vagy egy, egy egy meccsen villannak, tehát hogy, hogy én éreztem egyfajta tartást és félelmet ezzel a találkozóval kapcsolatban. Mennyire lehet egyébként bizonyos hibáknak ez az oka? Illetve picit azt is érzem, hogy azt lehetett azért tudni az előző mérkőzéseket látva, hogy a spanyol csapat lassítani fogja a mérkőzést, és egy viszonylag visszafogott tempót fog diktálni. És um, a miénk számára meg minden bizonyal egy ennyire nagyobb tempó volt, komfortos, tehát picit azt is éreztem, hogy ö, szándékosan, ahogy te is mondta, gyorsítani akartuk bizonyos szituációkban a játékot, de ebbe természetesen néha több hiba is belecsúszott. Szerintem mindkét szempont nagyon fontos volt a mérkőzés második felében. Győri Lukács a mérkőzés után ki is emelte, hogy ő azért valamennyire izgult, hiszen nagyon nagy szó a továbbjutás az olimpia negyeddöntőjében, és tudták, hogy egy apró lépése vannak tőle, ahol ők az esélyesek. A második játék részben, amikor jött egy-két hiba, akkor azt éreztem, hogy senki nem merte felvállalni a helyzetet, ugyanúgy, mint Angola ellen. Talán két-három hiba eladott labda volt, majd utána ha nem kapkodtunk, nem gyorsan szerettük volna befejezni az akciókat, akkor ha felállt fal ellen, nagyon sokáig passzolgattunk, de nem alakítottunk ki helyzetet, senki nem tört kapura. És ott Simon beállása segített talán, öt perces golcsend volt, majd Simon bejött a padról, és egy lövése nagyon pontos volt, és azzal szereztük meg újra a vezetést. De még kicsit visszatérve a nem túl jól működő időszakra, akkor paniki is hagyott ki helyzetet, illetve többeknél is azt éreztem, hogy távolról próbáljuk meglepni a spanyol kapust, ami egyáltalán nem működött. Igen, nagyon jól védte ezeket a félhelyzeteket a spanyol a hálóőr, és ha már te is kicsit belementél ebbe, akkor szerintem tényleg egy-két játékos egyéni teljesítményét mindenféleképpen ki kell emelni, ugye az én ö, jegyzeteim szerint az egyik, aki ezeket nagyon kiemelkedő játszott ezen a mai meccsen, Skujber Katrin, voltak megint rossz lövései, meg gyengébb időszakai, de végén szerintem nagyon fontos volt az, hogy ő, az, hogy ő megint hozzá tudott tenni. Bödebíró Blanka is hasonlóan teljesített, voltak rosszabb időszakai, voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztük, hogy talán hiányoznak a védések, de... Azért a kulcs pillanatokban hozzá tudod zárni az itt illetve megint kiemelném védekezésben túlvízi Petrát, aki szerintem ezen az olimpián egyértelműen a, a legjobb magyar védőjátékos, és most is kifejezetten jóval teljesített hármas védőben. Te mennyire értesz egyet ezekkel a nevekkel, és kiket tenném még hozzáadott esetben? Tóvizi szerintem ezen az olimpián talán a legjobb játékosunk, mind védekezésben, mind támadásban korábban probléma volt, hogy egyáltalán nem játszottuk meg a beállót, vagy ha ritkán volt helyzetük, akkor az kimaradt, de ma is három gólt lőtt, négy lövésből, ha jól emlékszem, büntetőt is harcolt ki, de ebben nem vagyok biztos, illetve védekezésben pedig a legjobb játékosunk, ez szerintem nem kérdés. Támadásban én Vámos Petrát emelném még ki, aki öt beütörésből öt gólt lőtt, és az utolsó tíz percben három alkalommal is betalált, és ott nagy lendületet hozott, illetve akkor az előkészítése is jobban ültek. Klujbel is szerintem a vámos általi passzperz zárás miatt tudott olyan jól betalálni a végén. Így van, szerencsére, tehát nem voltunk azért hihel a jó teljesítményeknek még akkor is, ha azért azt is el kell ismérni, amit a stúdióban is azért pedzegettek, hogy voltak ennek a mérkőzésnek tényleg elég... Um, gyenge hogy mindkét csapat részéről, de azért a kulcspillanatokban a miénk voltak jobbak, és ha már ezt a kulcspillanatot említjük, akkor szerintem mindenféleképpen beszélni kell még az utolsó tíz percről is, amire azért tényleg úgy fordult rá a csapat, hogy hát azért itt még bőven lehet nehézség, ott vannak a spanyolok lőtávolban, és ennek ellenére nagyon koncentráltan sikerült lejátszani ezt a szakaszt, mind támadásban, mind védekezésben. ítéleteket harcoltak ki védekezésben a játékosok, belemenéseket, lépéshibákat. Elő pedig az előbb mint a Klujbel Katrin, vagy épp bizonyos részletekben Válmos Petra egyértelműen hátára tudta venni a csapatot. Én a torna során, a négy meccs alatt talán ezt a tíz percet emelném ki a legjobban, amikor a kezdő csapat végre újra meg tudott újulni, mert sokáig volt, hogy nagyon jól kezdték, majd jöttek bizonyos rosszabb szakaszok. Most viszont a kezdőcsapatból volt szinte mindenki a pályán a végén, és az utolsó tíz percben az ő jó megoldásaikkal, Bíró Blanka védéseivel, a védekezés feljavulásával, illetve a sokkal pontosabb támadójátékkal sikerült továbbjutni, és magabiztos három góloz győzelmet aratni. Emellett én még arra térnék ki, hogy számomra nagyon érdekes volt, hogy mindkét játékrész első 15 percében kaptunk nagyon sok gólt, például az első első 10 percében 7 gólt, majd a második játékrész első 10 percében 9 gólt, vagyis mindkét félidőben volt egy legalább 15 perces olyan szakasz, ahol alig kaptunk gólt, már első fél időben 18 perc alatt talán 5 -öt, illetve a második játék részben 15 perc alatt 3 -at. Ehhez szerintem a védekezés feljav feljavulása mellett az kellett, hogy Bíró Blanka hirtelen kapja el a fonalat, mert sokszor zicsereket védett folyamatosan, úgyhogy előtte mondjuk 8 lövésből legfeljebb egyet fo fogott, úgyhogy az ő rutinja szerintem nagyon kellett ehhez a győzelemhez. Egyértelmű, és hogyha kicsit előre tekintünk, akkor azért lesz még itt a csoportban egy hollandi elleni mérkőzés, aminek a jelentősége ugye csak abból a szempontból öm, nagy igazából, hogy, hogy a csoport második vagy harmadik helyen végz az együttes, és, és ahogy mondtam, van ezzel kapcsolatban egy ilyen ö, érdekesség, hogy talán a keresztágot figyelve öm, elképzelhető, hogy a ö, harmadik hely olyan ellenfelet hoznak, aki ellen sikerélményünk volt az elmúlt időszakban és Svédország személyben, még a második helyen mondjuk Dániával kellene játszani. Nem tudom, hogy ez ott lehet a fejben. Én azt gondolom egyébként, és ebben teljesen egyetértek el, legalább aki ezt mondta a stúdióban, hogy ennek a csapatnak egy óriási fegyvertén lenne, ha egy hollandia kaliberű rivális le tudna győzni tétmeccsen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a lányok most már felszabadultak, neki mehetnek ennek a holland mérkőzésnek. Úgyhogy én egyébként láttam több találkozóját a hollandoknak ezen az olimpián, azért nem egy verhetetlen együttes egyáltalán, nagyon direkt kézilabdát játszanak, rendkívül jól indulnak, nagyon gyorsak, vannak taktikai variációk is, amik működnek, de azért technikai hibák száma is helyenként elég nagy náluk, úgyhogy szerintem lehet velük egy kikimencset játszani. de hogy látod ezt a kérdést? Véletlenül sem szabad arra játszani, hogy ki lesz az ellenfelünk, különösképpen úgy, hogy mi játszunk legelőször szombaton, tehát a másik csoport három eredményét még nem is fogjuk tudni, tehát nem biztos, hogy abban a csoportban az végez az adott helyen, ahogy most gondoljuk. Amit viszont még mindenképp hozzátennék, hogyha Angola győzne Brazília ellen, akkor akár negyedik helyen is végezhetnénk, hiszen a gólrányban még nincs akkora különbség a mi és az angola gólkülönbsége között. Emellett én azt gondolom, hogy ha nem is olyan szempontból, hogy taktikázunk, hogy kiadni az ellenfél, viszont lehet, hogy szükség lehet a kulcsemberek pihentéltésére. Például Tóvízi Petre, ahogy már említettem a tornán, a legjobb játékosunk véleményem szerint, viszont a ma becserélt pásztor összesen 7 percet kapott, és azt gondolom, hogy a következő meccsen az ő játékára szükség lehet, illetve majd a stáb felméri, hogy a többi játékos hogyan bírja ezt a sorozatterhelést. Valóban, és hogy te is említetted, a folytatás majd szombaton reggel 9 órától jön, mi pedig természetesen továbbra is szurkunk a lányoknak. mai figyelmeteket nagyon köszönjük, azzal a hírrel búcsúzunk, amit tehát még egyszer megerősítünk, hogy a magyar női kézadavarogatot ott van, a legjobb nyolc között, és majd Lilben folytathatja a szereplését az egyenes kérdéses szakaszban. Természetesen a holnapi férfi meccsről, illetve a hétvégi találkozóiról is jelentkezünk majd adással, addig is kövessetek minket minden platformon. Köszönjük a mai figyelmeteket, sziasztok! Сядь так.